A legtöbb fiatal alig várja, hogy felnőttként végre elkezdhesse a saját önálló életét, csak hogy néhány szülő ezt nem könnyíti meg, valljuk be őszintén. Vannak ugyanis, akik felnőtt gyermeküket is szeretnék irányítani, és minden egyes döntésébe beleszólnak. Mit tehetünk, hogyha nevezzük így, kontrollmániásak a szüleink? Köszönjük a témában Magyarorsi Rebeka pszichológust, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Kicsit fejtsük meg akkor ezt a kontrollmániát, hogy ez pontosan mit jelent ez a szó? Hát szörnyű. Igen, maga a szó is nehéz. Sajnálom azokat a gyerkőcöket. Nagyon nehéz kérdés. Igen, hát el kell költenünk, hogy most gyerekkorban beszélünk erről, vagy felnőttkorban. Nyilván más is más következményei vannak annak, hogy mikor tör elő az adott szülőből ez a jelenség, de hogyha felnőttkornál maradunk, amiről így aktuálisan beszélünk, akkor azért nagyon gyakran hallom azt saját munkám során, hogy arról számolnak be fiatal felnőttek, hogy a szülők túlságosan be akarnak vonódni az életükbe, mindig minden lépésükről tudni szeretnének, kivel, mikor, hol, mit csinálnak. És itt kérdés persze az, hogy kikinek az életét éli, vagy hogy ez miért célja. Bocsáss meg, azt mondtad, hogy kérdés az, hogy mikor tör elő a szülőkben ez a kontrollmánia, nem az a jellemző egyébként, hogy akit gyerekként is nagyon szoros gyeplővel fogtak, úgymond, azokból aztán felnőtt korukra is ugyanígy kontrollmániás szülők mellett maradtak? Ez most nagyon rosszul fogalmaztam, tehát az a lényeg, hogy akik gyereknél kontrollmániás szülők voltak, felnőttként is valószínűleg vitték tovább ezt a szülők. Nem törvényszerű egyébként, tehát azért is emeltem ki, mert hogy nem mindegy, hogy melyik életszakaszról beszélünk, vagy hogy ez hol jön leginkább elő, tehát nem feltétlenül van erről szó. Hát van, hogy amikor kicsi a gyerek, ott teljesen normálisan működik a szülő, és amikor felnő a gyermek, akkor lesz a szülőből ilyen kontrollmániás. Van, igen, ez nagyon sok mindentől függ. Itt például arra gondolok konkrétan, hogy nagyon sok szülőnél tapasztalom azt, vagy látható, hogy nehezen engedik el a gyereküket. Tehát az nekik egy ugye életkorból adódóan egy krízis, vagy egy kritikus szakasz a családrendszerben, hogy a kirepülő gyermek után mi fog következni. Tehát akár ez egy félelemkeltő szakasz is lehet, ezért is okozhat ez egyrészt nehézséget. Vagy sokszor arról az oldalról is látom ezt, hogy sokszor azt akarják bepótolni a szülők, amit kiskorban nem tudtak megadni, vagy már máshogy látják, máshogy csinálták volna, és próbálják ezeket ilyen módon pont. Kicsit segíts nekem. Most hallottam baráti körben nem is olyan régen, hogy az egyik lány jelezte, hogy a férjét az édesanyja még mindig irányítgatja, és ezzel bizony konfliktusokat szül a családban. Erről van szó? Például igen. Tehát, a drága anyós. Ugye a drága anyós ugye beleszól az életébe. Ez vissza is veti egyébként a családi életet, ugye? Tehát ez vannak negatív következményei. Igen, vannak negatív következményei. Az sem mindegy persze, hogy együtt élünk, vagy külön élünk, tehát hogy kinek hol van. Tehát a felnőtt gyerek az hol helyezkedik el fizikailag a család többi tagjához képest, de igen, ez rengeteg konfliktusnak a forrása lehet. Hogy lehet védekezni ez ellen? Mert ugyanakkor nyilván szeretjük a szüleinket, de hogyha kontrollmániásak, akkor hogy lehet védekezni úgy, hogy ne is bántsuk, ne sértsük meg őket? Az első és legfontosabb talán az, hogy önállóságra törekszünk, tehát akár egzisztenciális anyagi értelemben vesszük ezt, akár pszichésen, a saját magabiztosságunkat, a saját kiállásunkat fejlesztjük, a saját érdekképviseletünket, és hát nagyon fontos az, hogy bár a szüleinek, ha együtt élünk velük, nyilván megvannak a saját határaik, és gyerekkorunkban az a fontos, hogy ők szabják ezeket a határokat, de felnőttként fontos, hogy mi saját határokat szabjunk, hogy nekünk mi az, ami belefér, meddig mehet el bizonyos témák tekintetében a szülő, mi az, amiben még beleszólhat, mi az, amiben már nem, mi az, amiben szívesen vesszük a véleményét, és hát ezt lehet szépen is közvetíteni, én tudom, hogy nagyon nehéz sokszor, vagy hogy mondjuk el úgy, hogy ez ne legyen sértő. Én azt gondolom, egyébként ugye egy fiatal felnőtt számára amúgy sem egyszerű az élet munkába állni, meg egy csomó problémával megküzdeni, és akkor még a saját szüleinek is megmondani azt, hogy itt most már én szeretném a saját életemet. Hát bizonyos területeken igen, tehát ezt nevezhetjük úgy is, hogy kötnek egy bizonyos szerződést akár, hogy akkor mindenki elmondja, hogy neki mi az igénye, mik a szükséglete, és akkor megállapítani ilyen konkrét határokat akár. Tehát ezeket. Őszintén működik ez? Tehát, hogyha valóban kontrollmániás a szülő, akkor lehet-e például higgadtan megbeszélni ezeket a helyzeteket, hogy drága édesanyám, értem, hogy te, de hogy értsd meg, hogy majd én eldöntöm, mert hogy az én élet stb., hogy ez ne torkoljon csúnya veszekedésekbe?
Hát lehet, hogy mi így mondjuk, és lehet, hogy a reakció nem lesz mindig ilyen nyugodt, főleg eleinte. Azt gondolom, hogy egyébként lehetséges, és arra azért számítani kell, vagy fontos számítani a fiatal felnőtteknek, vagy idősebb felnőtteknek is akár, hogy eleinte ez nem lesz konfliktusmentes. Tehát amint a fiatal felnőtt elkezdi a saját érdekeit érvényesíteni, az a másik fél számára nyilván kellemetlen, hiszen okkal túl kontrolláló az adott szülő, az sem véletlen, hogy ő ezt, tehát valamilyen érdekét, érzését, belső tudattal a szükségletét sértjük is ezzel, vagy sérthetjük akár. Tehát ez nem feltétlenül konfliktusmentes, de érdemes ezt többszöri kiállással gyakorolni, ahhoz, hogy tényleg szabad életünk legyen. Rebeka, köszönjük szépen.